Jó estét kívánok! Köszöntöm a Gyöngyösi Városi Televízió nézőit! Kedves nézőink, fórumcímű műsorunk első részének vendége, Hisz György, Gyöngyös Város polgármester, akit szeretettel köszöntök. Polgármester úr, hát számos téma van, amiket meg kell, hogy beszéljünk. Örömteli hír, hogy újra jönnek nyertes pályázatok a városba. Topos pályázatok, egyéb pályázatok, laktanya felújítására, maradék része is jut valami. Pontosan mik a részletek? Hát való igaz, hogy hosszú-hosszú várakozás után hál' Istenem, megindult a belbírálás eredményhirdetés, és most gőzerővel aláírás, szerződéskötés stádiumában vagyunk a turisztikai pályázat, ezen a nagy templom is a kilátó, és hál' Istenem, most be fog jönni holnap rendkívül ülésen a kerékpárút, ami a Nagy Templomtól, Szent Bertalan út, Rákóczi út, József Attila útnál köt ki a 21-es, 24-esre, és onnan pedig egy megszélesített, kibővített, felújított nyomvonal meg egészen Füredig. Ez holnap lesz a közbeszerzési kiírás, meg egy előzetes jóvágyása a testület által, és hál' Istennek ő, nyert a műrdési házas pályázatunk, ami a műrdési háznak, ami 78-ban lett egy teljes felújítás energetikailag, tehát kívülről egy hőszigetelés, födémszigetelés, nyilázáró cserék, külső nyilázáró cserék, belülről még gépészeti, tehát ami a hőtechnikához tartozik nyert a Szociális Város Rehabilitációnak az első ütem, ami még ilyen szoftos, tehát átképzés, mentálhigiénés program munkába irányítás, tehát még ilyen nagyon-nagyon-nagyon nem műszaki beavatkozás, de ezt követi fél év múlva gyakorlatilag azt jelenti a műszaki beavatkozás és hát van egy jó hír, de még, még nem teljesen publikus a laktanyának, tehát a barna mezős beruházás, ez, ez közelíti a 600 millió, több mint 550 milliós pályázat. Ugye a laktanyán régi, úgymond honvédségi laktanyán átmenő utak, Honvéd út, Betlen út kikötése, a a, a, a vasút melletti Gáborán utcára, a Honvéd út kikötése a Betlenre, belül mindenféle parkoló, parkosítás, épületfelújítások, még maradék épület, ilyen közösségi, sport, egyéb célokra óriási, a leendő tűzoltó alatt, összes infrastruktúrális dolga benne van, tehát ez, ezek örömteli hírek. Ami mondjuk kevésbé örömteli, hogy megy a birkózás, hogy kinek az érdeme. Tehát én, én mosolyogok, hátra hogy vesznek össze a frakciók, mert azt gondolom, hogy itt van egy csapat, 15 képviselőből. Fidesz sem egy háromra, ő mandátumával, Jobbik sem egy három, vagy hat mandátumával, tehát senki nem tud dönteni. Senki nem is többsége, együtt döntöttünk, elhatároztunk, együtt adjuk be, egy hangulak szavaztuk meg, és ez, ez a jó benne, csak nem jó, ha valaki tényleg a és ezek, ezek nem jó dolgok. Ugye Jobbik egy darabig vitatta, hogy miért nincs, miért nincs eredmény, amikor van eredmény, akkor meg a szőlő, tehát ezek nem jó dolgok. Örülünk közösen az eredményeknek. És hál' Istennek remélem, hogy jön a, jön a többi pályázat, amit beadtunk, és az, azok is eredményesek lesznek, mert ahogy elmondtam, sokszor így tudunk sokkal nagyobbat fejleszteni, mint a saját költségvetési forrásból fejlesztenénk. Úgyhogy örömmel várjuk a többit, és reméljük, hogy sikeresek leszünk. A, a latanyára visszatérve, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most már, az egykori laktanya komplexuma az teljes egészében megújult, tehát most már nem marad olyan hely, mert ugye most voltak szigetek, Igen. amik kirittak a többiek közül, tehát nem marad már olyan egyetlen hely. Amely... Egy, egyetlen egy része maradnak ki, ez a, ez a Gábor utca elején levő a sport kert után, ugye egy vállalkozó megvette, ott csinált egy emeletreépítés, felújítás, az egy ősparkos rész, és még körülbelül egy szűk hektár marad épít, építési telkeknek, társasházaknak, stb. Összes többi rész ugye egy hektárt elvitt a tűzoltó laktanya, a maradék részen sportberuházások vannak, vállalkozások vannak, tehát gyakorlatilag ezzel tényleg az a maradék rész teljesen kész lesz, hozzászámítva az, hogy már folyik Uh, ugye pályázatnak hívjuk, de ez a, ez a, ez a táós, tehát a társasági nyereségadónak a uh, visszaigényléséből a nagy öltözőépítés, ami kiszolgálja a lendő edzőcsarnokot és a műfüves pályát, és most lesz a héten az edzőcsarnoknak az alapkületétele. Tehát ott elindul, és azt is az összes infrastruktúrális fejlesztést majd ebből a pályázatból csináljuk. Tehát ez egy nagyon szép rendezett terület lesz és gondolom, hogy megnyitva a város számára, tehát sok-sok-sok év után gyakorlatilag tényleg hát, jut. Olyan 25 év lehetett ez. Hát 93-ban költözött ki a laktanya, aztán 2006-ig lerabolva, tönkretéve, lepusztítva, és 2006 ba kaptuk visszatérítésmentesen, és azóta is hát a sportcsarnokot, meg a környékét, meg a magán szférát leszámítva gyakorlatilag tényleg szomorú sorsa volt a laktanyának. Ezt még történt ugye a műfűves építése, és hát reméljük, hogy egy olyan sportcentrum alakul ki az a gyakpálya és a laktanya területei, és egy vállalkozói, kisvállalkozói centrum, ami azt gondolom, hogy végre, végre rendezi Igen. ezt a... Igen, hát uh, vártuk, vártuk, hogy Igen. megszépüljön, és hogy ezek a foltok ezek a városból eltűnjenek. Hát vannak út és járda felújítások is. Ezek már folyamatban vannak, még a nyár folyamán is lesznek újabb felújítások. Erről mit tud mondani? Holnap lesz egy testületi döntés. Ugye egy útnak a pályázat, azt most le ez a Pesti úti szervizút, jó út és szövetkezet út közötti szakaszot, út építés, és hát egy nagyon örömteli, és reméljük, hogy a vége is örömteli lesz, meghirdettük a járdafelújítási pályázatot, több vállalkozó helyiek, nem helyiek beadtak pályázatot, és lett egy nagyon-nagyon-nagyon kedvező árú ajánlat, körbejártuk, jó referenciák, teljes gépet tehát tényleg nagyon szépnek tűnik a dolog, remélem, hogy a minőség öt évre választ garanciát, tehát nagyon-nagyon jó feltételekkel köthetünk szerződést, erről dönt majd a testület, ez azt jelenti, hogy megmaradt még 21 néhány millió forint a erre szánt keretből, ennyit meg tudtunk spórolni, az, azok újabb járdaépítés fognak generálni, remélem. Hát ha nyár, akkor járda és útfelújítás. Viszont még a nyár elején tartunk, de aki az elmúlt héten, az elmúlt napokban farkasmájban járt, az egy szép kis aszfaltsíkot láthat már a pincék előtt. Így van, ugye tévénézők már unják, hogy a képviselők ilyen saját kerettel rendelkeznek, mert ciklus eleje óta gyakorlatilag van egy ilyen egymás közti hallgatólgos megállapodás, hogy a tíz választó körzetre a képviselők külön tesznek fejlesztési javaslatot, ezért mindenki kap, tavaly mondjuk azt hiszem, hogy 20 milliós óta keret most, 13 millió keret, ebből városi beruházásokat, fejlesztéseket az adott közvet képviselője dönti el. És én is kapok ilyen pénzt, és nekem is van úgymond ilyen szabad fejlesztési pénzem, én inkább olyan helyekre áldozok pénzt, amire mások nem áldoznak. Tehát nem tudtam meggyőzni a képviselőket, te vagy, hogy a körforgalom az nem egy választóközet érdeke, az az egész választóközet érdeke, oda is intettem be saját keretemből. És a Farkasmájban is évek óta nyúzzuk, nyúzzuk, húzzuk, nagyon sokan, hál' Istennek, oda kell menni péntek, szombat, vasárnapi napokon, nagyon sokan mennek vásárolni, kóstolni, és ugye most elindult egy nagy fejlesztés is, magán erőből megvásároltak pincéket, reméljük, hogy elindul egy fejlesztés, de az út az katasztrofális volt. Tehát egy darabig jót volt, aztán elfogyott, és most ezt sikerült pótolni végig a pincék, híd után gyakorlatilag a pincék. Végig egy szép aszfaltos út patkával, tehát nagyon hát Ez az igazi, mert korábban próbálták kavicsal tömni a kátyukat igen, a lyukakat, de hát, hát azt az eső elmossa. Mekkora volt a kivitelezési költség? Hát ilyen négy, négy millió forint. Ö de azt gondolom, hogy nagyon fontos. az ottani embereknek a megbecsülése is, meg turizmus, mikor arról beszélünk, hogy Mátra, a Mátrai borvidék, és hogy mennyire nem ismert. Azt látom, hogy mióta kitettük az új tájékoztató táblákat, 24-es út, 3-as út autópálya mellé, jelezzük, hogy farkasmái pincék. Senki nem tudja, hogy mi az, de mikor bekerül Gyöngyösre, ott már farkasmai előtt is jelzik, táblák jelzik borászatok, és hát gyakorlatilag a vendégészakák száma az elmúlt 4-5-6 évben ilyen 15-20 százalékos éves növekedési ütemet jelez, óriási tömeg elmegy a 24-esen valamelyik mátrai szállodába. És ha lát egy ilyet, akkor, akkor nagyon sokan rá egy egy hogy bor, akkor gyerünk be. És illetve, sokan illetve az új vendégek mellett előfordult az, hogy akik ismerték a farkasmái borokat, mégsem mentek be, mert rossz volt az út. <laughs> Igen. Most már, most már erre is lehetőség lesz, hogy az új aszfaltsikon közelítsük meg a pincéket. Hát történt egy, vagy történik egy úszoda felújítás a Kálvária parton, amely ugye nem az önkormányzat beruházása, de azért a városban van, és nagyon fontos a város számára. Így van, így van. Majd egy éve elromlott a vízforgató, különböző műszaki berendezések felmondták a szolgáltatót, ugye ez is a 80-as évek elején épült intézmény, akkor a is. Épp nem az volt ideje volt, hogy elromoljon, de hát azért ez, ez, egy tisztességes hosszú idő volt, amíg úgy, ahogy működött, a vége már katasztrófa volt és ugye ezt a embertömeget, gyógyúszókat, gyerekeket, iskolásokat zöggenőmösen átvette a sportfólió a strandon, úszatta, átrendeztük az edzésidőket, sok mindent, úgyhogy köszönöm a kollégáknak. Akkor a klik új vezetése ígéretett arra, hogy záros határidőn belül, ez tavaly történt, megoldják ezt a dolgot, pénzt szereztek rá, közbeszerzést indítottak el, és erre is csak azt tudom mondani, hogy elindult a versengés a pártok között, hogy ki el, ezt a klik el, nem mi intéztük el, de hál' Istennek azt mondom, hogy egy legnagyobb iskola, egy nagy középiskola ott maradt, ott, ott maradt eddig ilyen, eddig nagy számba igénybe vett úszoda nélkül, most hál' Istennek meg lesz személyük, hogy ősszel nyitni lehet. Hát vízzel kapcsolatos, de ez már kevésbé volt örömteli. Május közepén egy hatalmas égeső zúdult gyöngyösre. Akkora volt, hogy valóban az országos sajtó is felkapta, és az interneten mindenütt a gyöngyösi jéges, sőt lehetett látni, pontosabban a következményeit, és a, a jeget az utcákon. Tehát látványnak is nagyon kegyetlen volt. És hát gondolom, hogy azért eltakarítani ezt a rengeteg jeget az egy dolog, de hogy okozott-e kárt az úthálózatban, a pincerendszerben, a csapadék elvezető rendszerben? Felmérték már, hogy mi a helyzet? A kollégák rögtön az ezt követő napokban felmérték. Van, vannak, vannak, komoly károk erre be is nyújtottuk a kormányhoz a Viszmajor keretre az önkormányi vagyomba ért károkat, ez magán házakra nem érvényes. Sajnos több esetben kivonuló egységek, Kére tájékoztatták a lakosságot, hogy forduljanak nyugodtan az önkormányzathoz kártérítését, mert az állam állja, nem áll az állam semmit, magán tulajdonba kereszkedett káré nem. Mindenhol volt kisebb-nagyobb kár, nagy tanulsága van ennek az ügynek. Egyik az egy, az egy, hát nem trépás dolog, mert komoly, maga ugye az a cím, amivel megjelentek a, a mi folyik itt gyöngyösen. És ugye most készül egy turisztikai, egy városmarketing, és és érdekes módon, ami gyöngyösül, negatív hír megjelent, mert ugye ez bohóckodásnak tűnt, hogy a roma gyerek a főtéren csinálja a produkciót, de ez gyöngyös rossz hírét kell. lehet rajta nevetni, de ez maradt meg a ország lakóiba. Vagy patkányok gyöngyös, amikor bemutatták, hogy kutyanagyságú patkányok, meg butasát, butább, butább, butább dolgokat, vagy a TV2 kivonul a Valcsán utcába. A tény az tény, de ilyen minden városban van, és ebből azt mondják, hogy gyöngyös koszos, és tele van patkányjal. Tehát ilyen következtetések. Itt is, hogy mi folyik itt gyöngyösön. Tehát azt kívánom, hogy ilyen, ilyen rossz címeket még magunknak se adjunk. De ami a lényeg. Visszaköszön az, amikor elmaradnak karbantartások. Tehát most is volt olyan terület, főleg ipari területeket érintett, a váltógyárat és a régi ipar területén a parkettagyárat, itt a Schneider, a volt KF területén működő Schneider, ahol egy ki nem tisztított, most már talán lefolyással se rendelkező belső csatornahálózat, ugye a belső mérges, külső mérges patakba Karácsondi út alatt egy átereszel beviszi a vizet. Hát sikerült elárasztani ezt a területet, csarnokokat, ott azért komoly károk voltak. Ugyanez a váltógyárnál is, hogy nem tudom hány év óta nem tisztított, eldugult, lefolyó rendszer, de nem is tudjuk ennek a sorsát, meg különböző telepek telepeken levő belső hálózat, hogy hol van levezetése. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, mikor a lakos feltölti az árkot, mert voltak ilyenek gyöngyös, hogy két oldalt feltöltötték, parkolni tudnak rajta. És amikor jön egy ilyen szélsőséges nagy eső, akkor áraszt el mindent. És még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem csak a víz árasztotta sok esetben pincéket, hanem fekália is. Ugye ez meg a lakosoknak a fegyelmezetlensége hibája, hogy csapadék vizet belevezetnek szennyvízbe. A szennyvíz ki lehet számolni, hogy 30 ezer lakos mit termel, WC, mosdás, mosogatás, mosás, arra van egy csőméretezés. Ez bármilyen nagy maximális terhelésnél leviszi a szennyvíztelepre. De amikor ilyen felhőszakadás méretű esőt bevezetjük nagyon sok helyen a, csapa, csatornába, akkor ez buzgánként csatorna tetőt megemel, megy a többi vízzel be pincébe. El lehet képzelni, hogy milyen kellemes a társházi pincébe, vagy egy magánpincébe másnak a fekáliáját kilapátolni, meg kivödrözni, nem beszélve a fertőzés, veszélyéről. ezeket biztos, hogy a következő időszakban fel kell mérni, meg lehet nagyon egyszerűen szennyvízhálózat, füst, és ahol csapadék csatornára lefolyón, ereszen jön a füst, ott rá van kötve. Nagyon szépen meg lehet nézegetni. Én erre biztatom a kollégákat, hogy ütemterv alapján mérjük ezeket fel, és minden olyan dolgot, ami az önkormányzatra tartozik, a karbantartás folyamatos, precíz végzése, mert ebből vannak, de egyébként még annyit mondjak, hogy ilyen, ilyen ekkora méretű csapadékra nem lehet csatornarendszert méretezni. Ez sajnos tényleg streameset eset volt? Viszont nem tudjuk, hogy a jövőben előfordul-e, a közeljövőben hasonló hát, eset. reméljük, hogy nem. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk köszönöm volt. Én is. Kedves nézőink, az első részben Hisz György, Gyöngyös város polgármestere volt a Gyöngyösi Városi Televízió vendége. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk műsorunkat.